8 csajok, stb. A Józsefváros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 csajok, stb. Podcast hallgatóit. Köszi, hogy újra itt vagytok. Örülünk, hogy mi is újra itt lehetünk. És akkor a mai témánk majdnem a burnout lesz, de ezt majd a Judit kifejti pontosabban, hogy mire is gondoltam pontosabban. Hát ezt igazából Vita Jandi fogja kifejteni, hogy ez micsoda, hogy mi itt a különbség a burnout és a bore-out között, amiről pont tegnap olvastam egy posztodat. Andi személyes márka és tartalomtanácsadó, és azért hívtuk, hogy segítsen nekünk abban, hogy mi történik akkor, hogyha kiégünk az álommunkánkban. Tehát nem egy multis közegben dolgozunk, robotolunk évtizedek óta, hanem megvalósítottuk az álmunkat, de valahogy ez mégsem az igazi. Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy ez a téma számomra azért ilyen nagyon fontos, mert megtapasztaltam a saját bőrömön keresztül, és ez egy olyan dolog, amire én nem voltam felkészülve előtte. Tehát azt gondoltam, hogy én egy nagyon tudatos ember vagyok, egy nagyon tudatos vállalkozó vagyok, és évek óta gyakorlatilag a tartalomgyártás, a social media világában dolgozom. Tehát az, hogy ne ismerjek föl egy ilyen dolgot, vagy ne találjam meg az egyensúlyt, az engem nem érinthet. És utólag jöttem rá arra, hogy de nagyon is érintett, és már akkor jöttem rá erre, amikor gyakorlatilag nem tudtam már másfajta visszautat találni ebből, mint egy huzamosabb szünetet tartani, de ez már egy nagyon sok éves folyamatnak volt igazából a végső eredménye. És te pontosan mivel foglalkozol, mi most a te vállalkozásod, vagy milyen vállalkozásaid vannak, melyik ezek közül a hobbid? Még előtte az, hogy mit dolgoztál, amikor kitaláltad azt, hogy igazából mi neked az álommelód, és hogyan jutottál el odáig, hogy azt megvalósíts. Meséld el az önéletrajzodat. Igen, csak kis személyes töltettel. Jó, hát megpróbálok senkit nem untatni vele, mert azért ez egy elég hosszú út mostanra már, én nagyjából azért, hát belegondolni is nehéz, de 18 éve már nagyjából így a média területén dolgozom. Tévénél kezdtem el annó dolgozni, akkor még a social media az a látóhatáron sem volt, és néhány év ottani tapasztalat után aztán úgy alakult az élet, hogy az akkor éppen feljövőben lévő online újságírás felé haladtam tovább, ami pedig idővel, ahogy a social media bejött, magával hozta azt, hogy hát ugye senkinek nem volt még tapasztalata a social médiában, tehát amikor a magazinok, amiknél dolgoztam, szerették volna, hogy a tartalmaik kikerüljenek a Facebookra, akkor egyértelmű volt, hogy hát valamelyik újságíró vagy szerkesztő majd ezt megcsinálja. És így gyakorlatilag hát egy szakmát adtak a kezembe, és egyre inkább a social media felé fordult az én utam. És hát akkor ezt ügynökségeknél gyakoroltam nagyjából olyan 4-5 éven át, tehát különböző ügynökségeknél klasszikus módon lépdeltem föl a ranglétrán, amikor is aztán megszületett a kisfiam, és így gyakorlatilag egy helyzet hozta vállalkozó lettem, mert hogy ezt egy átmeneti dolognak tartottam akkor, hogy én szabadúszóként kezdek majd dolgozni, mint social media menedzser elsősorban. De az azt jelenti, hogy akkor te dolgozni akartál mindenféleképpen, miközben otthon vagy a kisfiaddal, ugye? Igen, én abban nem gondoltam egyébként szünetet tartani, gyakorlatilag azért sem, mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy én meg tudjam tartani a józan eszem, meg a motivációm, az érdeklődésem, ahhoz nekem kell az is, hogy azért legyen egy másik oldala is az életemnek. És ebben nem volt például az benne, hogyha akkor kiszállsz, tartasz egy, mit tudom én, fél éves, egy éves pauzét, akkor pedig lemaradsz? És mert hogy annyira gyorsan történik minden, hogyha kiesel belőle, akkor nem fogod tudni újra felvenni a ritmust. Őszintén szólva én akkor erre nem gondoltam, de utólag visszanézve ez egy teljesen logikus gondolat, és valóban annyira gyorsan változik ez a világ, hogy ez benne lett volna akár a pakliban. De én akkor erre nem gondoltam, én azt éreztem, hogy én nagyon szerettem ezeket a dolgokat, nekem akkor volt már egy saját blogom is mindemellett,
ami akkor még nem volt annyira olvasott, mint később, de az egy ilyen nagyon jó hobbi volt nekem, ami egy kicsit összekötött a világgal, és egy kicsit ott teljes mértékben én irányíthattam azt, hogy miről írjak, mivel foglalkozzak, kivel szeretnék akár egy interjút készíteni. Tehát, hogy ez nekem nagyon hiányzott volna. És ezzel nem is volt egyébként semmi probléma, tehát azt mondom, hogy az a kisbabás időszak az nekem egy nagyon szép kiegyensúlyozott időszak volt, mert viszonylag sokat aludt a kisfiam, én olyankor nagyon szívesen foglalkoztam ezekkel a dolgokkal, és feltöltöttek, közben volt időnk sokat sétálni, együtt lenni, tehát hogy nem éreztem úgy, hogy ennek bármiféle negatív hatása lenne így az életemre. Azt utólag egyébként egy kicsit talán mégiscsak negatívumként tudom felhozni, hogy soha nem léptem ki ebből mondjuk egy egyhetes nyaralásnál huzamosabb ideig. Tehát az, amikor az ember fejben folyamatosan dolgozik, fejben folyamatosan ötletel, ugye a social media az egy olyan dolog, ami ott van a telefonunkon, tehát hétvégén, nyaralás alatt, reggel, este, bármikor elő lehet venni, belenézni, és én nem tudom ezt csak fogyasztói szemmel nézni, hanem ilyenkor nyilvánvalóan úgy is nézem a dolgokat, hogy más mit rakott ki, mit csináltak, mik a trendek, mi az, amit nekem is lehetne valahol alkalmazni, tehát, hogy ilyen szempontból soha nem álltam meg ezzel az egésszel. És ez mentálisan azért elég fárasztó tud lenni egy idő után. Hú, azért itt álljunk meg egy pillanatra, mint friss gyerekes, ez nagyon érdekel, hogy tehát semennyi időre nem álltál meg? Tehát amikor a kisfiad született, hogy egy pár hónapot se hagytál magadnak? Meg nem álltam, visszavettem, tehát egy fél évig... De hogy mondjuk a gyermek egy időszakot, vagy nem tudom, hogy azt se töltöttet pihenés? Nem, és én nagyon... Én nagyon energikus voltam utána, tehát én úgy éreztem, hogy nekem kicserélődtek a sejtjeim, és a korábbi ügynökségi multis világból én egy sokkal kreatív, önállóbb világba csöppentem. Wow. Igen, ez lehet, hogy tényleg váó, szerintem ezt mindenki máshogy éli meg egyébként, tehát, hogy ez abszolút emberfüggő, de én akkor úgy éreztem, hogy nekem a kisfiam jövetelével valahogy így egy teljesen más világ nyílt meg, teljesen máshogy is kezdtem el nézni a világra, és ez az, ami hozta például a blogomnak az átalakulását. Itt miből mivé? Igen, az eredetileg egy lakberendezési blogként indult, ami abszolút egy hobbi dolog volt, tehát szerettem foglalkozni a témával, és ezért szívesen írtam róla. És ebből alakult át először inkább egy ilyen baba-mama design és kisgyerekes lét irányba, majd pedig... egyre inkább a környezettudatosság felé fordult a figyelmem, a minimalizmus felé fordult a figyelmem, hát ez a tudatos életmód irányába. Igen, ez mondjuk azzal jöhet, nem, ahogy megszületik a gyereked, és szeretnéd, hogy minél egészségesebb legyen, minél szebben fejlődjön, és minél akkor elkezdesz... Minél tárgy legyen az otthonodban, amit szerintem. Hát ez a Na mindegy, és akkor innen indul ez a tudatosság valahogy, amit ha magadért nem is húzol be annak idején, de a gyerek miatt vélhetően igen. Igen, abszolút ez hatással volt rám, tehát amikor megszületett a kisfiam, akkor lettem figyelmes azokra a pazarlásokra, amik akár csak a mikrokörnyezetünkben, a mi otthonunkban jelen van, de akár világszinten jelen van. A műanyag szennyezés akkor kezdett el foglalkoztatni. A rengeteg pelenka. Rengeteg pelenka, igen. A rengeteg műanyagtárgy, műanyagtároló, és mindenféle ilyen dolog. És hát ami még egy ilyen fontos pont volt nálam, az, amikor ráeszméltem arra, hogy igazából az egyetlen ilyen kikapcsolódásom, vagy tevékenységem akkoriban az volt, hogy eltoltam a babakocsit valamelyik közeli boltba, plázába, akárhova, és akkor az volt a program, hogy na, mert vásárolni kell valamit, az úgy feltölt, hogy veszek valamit. És amikor már, nem tudom, ez hanyadjára fordult elő, akkor így elgondolkodtam rajta, hogy
biztos, hogy így jó irányba mennek ezek a dolgok, hogyha az az egyetlen mozgatórugom, célom, akármi, hogy én elmegyek és veszek valamit, mert akkor történik valami. De hogy olyan dolgokat hozok be az otthonomba, amire igazából nincs szükségem. És akkor ránéztem erre tudatosan, hogy ez miért történik, mit akarok vele esetlegesen pótolni, vagy miért érzem azt, hogy ez egy ilyen elérhető megoldás a számomra, és hogy ezzel milyen sokan vannak ugyanígy, és hogy egyébként észre se vesszük az életünkbe, hogy mennyi olyan dolgot viszünk haza, amire szükségünk nem volt. Én most költözködtem, úgyhogy tudom. Igen, olyankor jellemző, hogy az ember ezzel számot tud egy kicsit vetni, hogy milyen is van. De és mire jutottál aztán, hogy miért halmozgatod ezeket a dolgokat? Lett erre bármiféle magyarázat? Hát mindenféleképp egyfajta pótlás volt az életemben. Tehát az, hogy nem találtam akkor igazi célt, vagy hogy mondjam, missziót arra, hogy én miért vagyok, én mivel foglalkozom. De mindeközben megmondtad, hogy dolgoztál, meg voltak egyéni ügyfeleid. Hát igen, de mondjuk az ügyfeleknek való dolgozás azért az nem egy életcél. Tehát, hogy ez nem ad úgymond értelmet az ember életének. Az, hogy dolgozol és pénzt kapsz érte, az kell a fennmaradáshoz, de hogyha ezen túl egy kicsit azért átgondoljuk, hogy miért vagyunk itt, én arra nem találtam akkor egy választ magamban, és ott volt a rengeteg, úgymond szabadidőm idézőjelesen, amikor most volt lehetőségem magamba lenni, úgymond csendbe lenni, munkahely nélkül, rohanás nélkül, más emberek nélkül. És amikor erre így ránéztem, akkor éreztem azt, hogy elsiklok dolgok felett az életben, elsiklom a felett, hogy mennyi felesleges vásárlást csinálok, hogy milyen mesterséges anyagokkal kenegetem magam, hogy milyen csomagoló anyagokat viszek haza, és a többi. És hogy ez így igazából nem jó. Tehát, hogy nem ezzel kéne eltölteni az időt, hanem ennél azért sokkal hasznosabban is lehetne. És akkor így alakult át az is, hogy én erről el akartam kezdeni beszélni másoknak, és elkezdtem írni erről a blogomon. És az nagyon gyorsan, szerencsére értő fülekre talált, és akkor ebből egy ilyen kicsit ilyen hógolyó effektusként elkezdett ez egyre-egyre nőni. És aztán egyszer csak egy éles váltással megjelent a Pedig készen állsz oldalad, vagy hát számodra biztos nem volt ilyen éles a váltás. Igen, pont ezt akartam mondani, igen. Én ennyit láttam belőle, tehát én is követtem a blogodat, és akkor egyszer csak láttam, hogy felbukkant ez az új. Akkor még nem tudtam eldönteni, hogy ez most egy hobbi, vagy egy vállalkozás, vagy te így teljesen e felé fordulsz most. Úgyhogy erről mesélj még egy kicsit, hogy ez hogy jött. Igen, hát a Pedig készen állsz, az valahol pont ez a bored-out szindróma megoldására jött létre nálam. Erre tudunk valami magyar szót amúgy? Nem, szerintem erre nincsen magyar szó, hanem ezt úgy nagyjából körül lehet írni, tehát ez kicsit az ellentéte a burnoutnak, a kiégésnek, ami ugye pont, hogy az ingerek nagy mennyiségéből, a nagy lángon égésből ered, míg a bored out, az kicsit ez az unalomnak az úgymond túltengése, de ezt az unalmat ezt szerintem nem úgy kell érteni, hogy jó dolgában nem tud az ember mit csinálni és unatkozik, hanem inkább az, hogy a fejlődésben megreked egy szakaszban, nem érik olyan ingerek, amik kihívás elé állítanák őt, ezáltal nem hagyja el igazából a komfortzónáját, tehát hogy egy ilyen létfenntartó, ismerős szituációban zajlik minden hétköznap nagyjából ugyanúgy ilyen szempontból, és én erről egyébként nagyon sokáig nem tudtam, hogy ilyen létezik. Tehát én azt hiszem, hogy erre az ember úgy reagál, és én is úgy reagáltam erre, hogy egy kicsit szégyelli ezt a dolgot. Kicsit kudarcként éri meg. Kicsit úgy, hogy ezt mások meg ne tudják rólam, hogy én nem szeretem a munkámat. Nem szeretek azzal foglalkozni, amire mindenki azt mondja, hogy milyen szerencsés vagy, milyen jó, hát állhatnál a gyárban is, te meg itt panaszkodsz. Tehát, hogy ez ilyen... És akkor neked akkor már ez a szabadúszó ügyfeleid voltak, vagy hát a igen, szabadúszó igen. Social media tartalomgyártás, amiben igen. Ezt érezted. De ez már az álommeló volt? Ez már az álommeló volt? Hát nekem ez nem volt álommeló soha, tehát én ebbe...
én ebbe bele, én ezt nem választottam, uh-huh. úgymond, én ebbe belecsöppentem, és mivel írni nagyon szeretek, tartalmat készíteni, kommunikálni nagyon szeretek, tehát, hogy mindenféleképp ebből az irányból jöttem, de úgymond nem választottam meg, mert ezzel együtt nőttem fel, tehát, hogy a social media megjelenésével együtt nőttem bele a munkába és a dolgozói létbe. Ezt ilyen szempontból nem választottam, míg ma már nagyon sok emberrel találkozom, fiatalokkal, akik esetleg szoktak hozzám fordulni tanácsért, hogy hogyan kezdjenek neki a szabadúszó social media manager életnek, és látom rajtuk, hogy ők ezt ugye szeretnék, tehát, hogy ők ezt tényleg kigondolták, jónak tartják, tetszik nekik. Nekem ez a része kimaradt, tehát, hogy én ezt így ilyen szempontból nem választottam meg. Viszont a szabadúszás az egy ilyen összetett dolog szerintem, tehát azért azt szerintem látni kell, hogy aki szabadúszó, annak megvan az előnye, és megvan a hátránya is. Azért az egy nagyon magányos dolog tud lenni. Mindamellett, hogy az ember maga rendelkezik alapvetően az idejével, otthonról tud dolgozni, azért megvan az a hátránya, hogy nem vesznek körül munkatársak, nincs kivel beszélni, nem tudsz mondjuk, teszem azt, egy grafikussal leülni, és egymást egy kicsit inspirálva beszélgetni a témáról, hanem úgy minden te vagy. És te hozol döntéseket, a te gondolataid vannak, tőled várják a megoldást, te osztod be az idődet, és mindemellett neked kell azért is felelősséggel lenned, hogy te valahogy ebbe mondjuk fejlődj, te proaktív legyél, az ügyfél az elégedett legyen veled, mindeközben szerez új ügyfeleket is, tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, aminek szerintem így lelkileg azért nagyon sok hátulütője tud lenni, amire az ember nem készül fel előre, mert a social médiából tipikusan csak azt látja, hogy hát elég a telefonom, meg a laptopom, kiülök a, nem tudom, tengerpartra, az erkére, az akárhová, és akkor én onnan dolgozom, és ez milyen jó, hogy én posztokat írok másoknak. Ez valóban jó, Csak mondom, ez a része, hogy azért ez nagyon monotonná tud válni így a mindennapokban. És én ezt nem ismertem fel, hogy én már abban a fajta monotonitásba mentem át, amikor már nem éreztem az igényt magamban arra, hogy én fejlődjek például, hogy én keressem a lehetőséget, hogy hol egy kurzus, egy előadás, egy networking esemény, vagy bármi. Hát ezt szerintem ismerjük mindannyian. Én ismerem. Ismered? Ezt ismerem, azt hiszem. Jó, és akkor mit kell csinálni? Vagy mindenféleképpen eljutunk ide? Tehát, hogyha van egy munkám, szeretem vagy nem szeretem, azt dolgozom minden nap, legyen ez a hivatásom vagy nem a hivatásom, mindenféleképpen elérkezik ez a board out? Szerintem akkor érkezik el, hogyha tényleg az ember úgy dolgozik huzamosabb ideig, hogy nem kell soha a saját határait átlépnie. Tehát, hogyha nincs benne olyan dolog, ha minden rutinszerűen megy, amikor már tényleg az ember azt érzi, hogy mondjuk teszem azt egy podcast felvételt, már megcsinál csukott szemmel, és neki ez éveken át ugyanígy zajlik. Szerintem abban benne van nagyon ennek a lehetősége, de ki mennyire tudatos ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha ezt valaki érzi magán, akkor szerintem azt viszonylag könnyű azért kezelni. Zsófi, fejlődnünk kell. Mi a következő lépés? Én fejlődök, én folyamatosan tanulok. A következő lépés a videó. De jó, várjunk. Figyú. De hogy például erről jut eszembe, hogy én most teljesen más tanulok, akkor a kettő hat egymásra, nem? Tehát, hogyha egy másik területen fejlesztem magam, például, akkor attól még lehetséges az, hogy itt az én a munkámban akkor mégiscsak bekrepálok is. Én csak a saját tapasztalatomról tudok ezzel kapcsolatban beszélni, hogy nekem a saját blogom az egy nagyon színes mellékszál volt emellett, tehát ott sok emberrel találkoztam, saját témák, rendezvényekre járás, stb. És ez segített abban, hogy tovább hajtsam a hétköznapokat. Tehát, hogy úgymond később jött el az a pont, amikor viszont már nem éreztem abszolút jól magam abban a helyzetben, hogy tartalmat gyártok másoknak. Tehát az szerintem tud rá egy megoldás lenni, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez nem jelenthet egy örök megoldást. Tehát nem biztos, nem borítékolja azt, hogy én amellett csinálok mást is, akkor tutira nem fog ez megtörténni. Értem. És inkább azt látom, hogy ezek ilyen
egy darabig átfedésben tudnak menni, és akkor egy ilyen szép lassú váltás így bekövetkezik. De miért van mégis, hogy elveszítjük a motivációt itt a... Mert hogy az van, hogy mi is, mikor elkezdtünk a Judittal podcastet készíteni, hát nekem gyomorgörcsön volt. Neked volt, nem? Nekem volt mindig. Nagyon izgultam. Most is izgulok kicsit, de már nem izgulok annyira. Viszont én mindig várom azokat a helyzeteket, amikor kicsit már megnyugodhatok benne. Tudod, amikor már, amit te is mondasz, hogy megvan benne a rutin, és akkor már tudod azt, hogy nagy bukóban nem leszel. De hogy... Hogyan motiváljuk magunkat? Tehát, hogy itt akkor mi a plafon? Hogyan tovább? Vagy érted, hogy mire akarok kiukadni? Hogy ez rutinná válik egy idő után, tehát, hogy ebben túl nagy újdonság nem lesz? De ez továbbra nyilván. Is egyébként a hobbink. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha minden nap fel kellene vennünk egy podcast adást, akkor ráunnánk. Így, hogy két hetente veszünk fel. De hogy pont azt, mert én a podcast adásban, mármint a podcast felvételben azt élvezem, hogy egy csomó ismeretre teszünk szert, izgalmasabbnál izgalmasabb emberekkel beszélgetünk, tényleg ebbe is ki tudnánk égni, annyira lenne az info, hogy kisülne az agyunk. Tehát, hogy nem látom én ezt így. Én azt hiszem, hogy ott követtem el ezzel kapcsolatban akkora hibát, hogy én erre az érzésre úgy reagáltam, hogy még több ügyfelet fogadtam. Aha. Mert hogy én erre úgy reagáltam, hogy aki fölkeresett, abban láttam a változatosságot. Ó, de jó, itt egy új lehetőség, ez tök izgalmasan hangzik, és egyszerűen semmire nem bírtam nemet mondani. Senkit nem akartam elutasítani, mindenben megláttam azt a lelkesítő újdonságot, hogy na, még egy újdonság. És ott álltam, hogy 10-12 ügyfélnek dolgoztam egyszerre, napi szinten készítettem nekik a tartalmakat, ami hát azt jelenti, hogy hetente 50-től 70 posztot írtam meg. És ez lendített át kicsit ebbe a burnout szakaszba. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ez viszont már kiégés. Igen. És ez az, ami nekem sokáig nem állt össze, és úgy érzem, hogy nekem azáltal, hogy megismertem a burnout fogalmát, azzal állt igazán össze ez a dolog, mert addig nem annyira értettem, hogy én hogy jutottam el ebbe a burnoutba igazából. És itt nagyon fontos szerintem azt is kiemelni, hogy amikor valaki ebben a bored out szakaszban van, akkor nagyon fontos érzés tud lenni, vagy hát ilyen eluralkodó érzés tud lenni benne egyfajta önbecsülésnek az esése. Tehát az, hogy elkezded ugye saját magadat hibáztatni amiatt, hogy nem élvezed úgy a munkádat, nyilvánvalóan egy idő után ennek vannak külső jelei is. Jön egy visszajelzés, hogy nem vagy elég proaktív, nem vagy elég lelkes, elrontottál valamit, mert nem figyeltél oda, mert nem akartál annyi figyelmet oda fordítani, és ettől elkezd esni az embernek az önbecsülése. És azt, hogy az embernek elkezd esni az önbecsülése, hát ki hogy kezeli, de én például többek között úgy kezeltem, hogy nem az akkori ügyfeleimre fordítottam mondjuk több figyelmet, hanem másokat akartam lenyűgözni, úgymond a tudásommal, vagy a lehetőséggel, és még több ügyfelet behozni. Hogy majd annak az újnak megmutatod? Hát igen. Tehát, hogy az ember egy kicsit egy új ember előtt újra megmutatja azt, hogy ő igenis jó, és hogy jól csinálja. És ez az, ami aztán tovább vezetett ebbe a kiégés szakaszba, mert hogy ez meg tovább lökött abba az irányba, hogy túl sokat vállaltam, és túlságosan belepörgettem magam abba az egészbe, hogy én itt így meg akarok felelni, és hogy nekem itt most meg kell felelnem mindenkinek, és mindenkinek elégedetnek kell lennie, mert én nem vagyok elégedett magammal, és valami gond van velem, és ez egy ilyen nagyon nehéz, és tényleg azt mondom, hogy sokrétű szakasz, tehát ez nem fekete vagy fehér. Arra már rájöttél, hogy mi ilyenkor a jó megoldás? Tehát, hogyha egyébként nem szeretnél területet váltani, tehát hogyha van egy olyan terület, amin te dolgozol, te szereted, éled, viszont már komfortzónává vált, ami egy darabig kényelmes, tök jó, hogy így kis újból lehozol mindent, de elkezded ezt érezni, hogy túl könnyű, de ugyanakkor már amiatt, hogy túl könnyű, nem teszel bele annyi energiát, kezdesz magaddal elégedetlen lenni, de nincs motivációd arra, hogy ezen a területen fejlődj.
Szerintem itt az első és legfontosabb pont az az, hogy az ember merjen erről beszélni, tehát hogy ezt merje felvállalni. És hol volt neked az a pont, amikor te ezt felismerted? Hogy nem csak azt vetted észre, hogy hú, valami gáz, valami nem jó, ez nem jó, az nem jó, hanem hogy ez konkrétan az, hogy én már a kiégésnél vagyok, tuti. Csak utólag. Csak utólag. Én mindig utólag... csak utólag vettem ezeket észre, és pont ez az, ami meglepett engem, hogy a kiégésről én mindig olyanokat hallottam, hogy hát hirtelen összeomlik az ember, rosszul lesz, kórházba viszik, pánikrohama van, nem tud dolgozni. Én ezeket ilyen kilengésként, ilyen módon nem tapasztaltam magamon, hanem egyfajta lassú, hosszú, ilyen, mondom, ez a burnout és burnout kiégés és unalom váltakozásában, az egyiket mindig a másikkal kezeltem. Tehát amikor én észrevettem magamon azt, hogy az ügyfelekkel egyre nehezebben dolgozom együtt, és egyre kevésbé élvezem a munkámnak ezt a részét, akkor hoztam létre a Pedig készen állsz, mert az ismét lelkesedéssel töltött el. Abban megtaláltam azt a friss lendületet, hogy a kreativitásomat újra kifejezzem, új embereket érjek el, új feladatok elé állítsam magam, és meglegyen ez a fajta lelkesedés gyakorlatilag a mindennapokban. Most így hirtelen nagyon sok téma felmerült, mert azt is meg akarom kérdezni, hogy akkor kicsit mesélj arról, hogy ez a Pedig készen állsz, micsoda. Térjünk vissza oda, hogy mondtad, hogy beszélni kell erről, vagy érdemes róla beszélni. Kivel és hol, mert hogy vagy hát írja, azt gondolom, hogy nem az a megoldás, hogyha akár van főnököd, akár vállalkozó, vagy hogy odamész a főnöködhöz, megrendelőidhez, nem tudom, és így szétterkezik el azt mondod, hogy kiégtem. Igen. Akkor meg fog lepni téged a válaszom, mert szerintem valahol egyébként igen? velük kell erről beszélni. Vállalkozóként is akár a közönségeddel? Hát a közönséggel nem feltétlenül, de szerintem az ügyfeleiddel mindenféleképp érdemes ezt valahogy elkezdeni pedzegetni. Én akkor ezt volt, akivel nagyon jó barátságban voltam, amellett, hogy az ügyfelem volt, és vele beszéltem is erről. És ő nagyon támogatott a Pedig készen állsz elindításában, mert vele teljesen őszintén tudtam arról beszélni, hogy én ezt favágásként élem már meg, én ebben már nem találom meg a motivációmat, és szeretnék egy saját vállalkozást is indítani, ahol pedig kérdésedre válaszolva ez a tanácsadói lába volt, tehát ahol pedig social media tartalmakat kezdtem el készíteni, a köré épülve, hogy egyfajta tanácsadói szemmel nézve a dolgokat, és akkor főleg kisvállalkozókat célozva ezzel, tehát nekik segíteni abban, akik nem tudják kiszervezni ezeket a dolgokat, hanem maguknak csinálják. És ilyen egyéni tanácsadás. Igen. És szóval szerintem erről igenis beszélni kell, akár a családdal is, tehát akinek van, nem tudom, házastársa, vagy akár a szüleivel él, tehát akit érinthet ez a dolog, mert látja rajta, ott van, vagy akár egy érdeklődő baráttal, tehát hogy nem szabad semmiféleképp sem magunkban tartani, és egyfajta ilyen szégyenfoltként kezelni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog ebben, hogyha az ember ezt érzékli magán, akkor legyen tisztában azzal, hogy nem ő az első, akivel ez történik, hanem ez egy létező dolog, amivel igenis foglalkozni kell, hogy ez miért van, melyik része a munkádnak az, ami ezt okozza, melyik része az, amelyiket viszont nagyon szívesen csinálod. Hogyan tudsz akkor mondjuk abba az irányba jobban elmozdulni, és ezt egy kicsit háttérbe szorítani, amelyik része ezt okozza. Nekem például ugye ez volt az, hogy kevesebb ügyfelet vállaltam, viszont nagyobb hangsúlyt tettem a tanácsadásra, mert nagyon szerettem egyéni tanácsadásokon dolgozni, és így stratégiákat alkotni az ügyfeleknek. És mi van akkor? Most lehet, hogy nagyon eltérek a tájtól, csak ez pont a legutóbbi vendégünkkel merült föl. Mi van akkor, hogy te kisvállalkozó vagy, és nem tudom, mondjuk kerámiával foglalkozol, vagy egyedi pólókat készítesz, és mondjuk a marketing és üzlet része az, amit te utálsz, és amivel nem szeretnél foglalkozni, és vagy annyira kisvállalkozó, hogy ezt mondjuk nem tudod kiszervezni másnak, mert nem tudnád megfizetni. Erre szokott lenni valami megoldásod?
Hát szerintem erre az az egyetlen megoldás, hogy az ember megpróbálja benne azt a részét megkeresni, ami azért mégiscsak ad neki valamiféle pozitív visszacsatolást. Tehát az, hogy te miben, hogy legyél tisztában azzal, hogy te miben méred a sikeredet, miben méred azt, ami jó érzéssel tölt el téged. Én azt gondolom, hogy nem lehet, tehát hogy azért az egy ilyen vágyálom lenne, hogy most akkor dobjunk el mindent, és akkor mostantól kezdve ne csináljunk semmi olyat, amihez éppen nincs kedvünk. Tehát erről szó nincsen. Azért ez egy hosszú távú építkezés, egy hosszú távú tervezést igényel. Nem arról van szó, hogy másnap felkelek, és akkor már más életem legyen, hanem hogy milyen irányba szeretném az életemet tovább folytatni, mi az, amit kevésbé jó nekem, mert én azt látom, hogy azért nagyon kevéssé tudunk hosszú távon gondolkodni, de hogyha az ember azért hosszú távon próbál meg erről gondolkodni, akkor rá kell nézni arra, hogy jó, de mi lesz velem 10 év múlva? Ugyanezt fogom csinálni? Ahhoz, hogy ne ugyanezt csináljam 10 év múlva, ahhoz most kell elkezdenem valamilyen irányba terelni ezeket a dolgokat. Hát ez azért elég tudatosnak kell lenni a fiatalon, ez nem tudom, hogy mennyire megy, mert azt gondolom, hogy ebbe belejössz de a 30 éves korodra, 30x éves korodra, de vagy hát nem tudom, nem ismerem annyira a mai fiatalokat, lehet, hogy ez így működik. Igen, sokkal ügyesebbek. Sokkal ügyesebbek, mint mi. Igen, tökre értik ezeket a felületeket. Én sokszor érzem azt, de nem csak ezeket a felületeket, hanem az Instagramban. De az csak, de hát itt most arról van szó, hogy lehet, hogy most érti a felületeket, de hát 10 év múlva nem biztos, hogy érdekelni fogják ezek a felületek, vagy ezzel akar bármit ja, is nem csinálni. Nem is az, csak hogy el tudja magát adni, tehát hogy csinál valamit, ami érdekli, és jobban el tudja magát adni. Én egyébként hasonlóképp ugyanezt látom, hogy sokkal több információ van már a birtokukban, és sokkal tudatosabbak ezzel az egésszel, és sokkal merészebbek. Tehát azzal kapcsolatban, hogy nem az van a fejükben, hogy nekik választaniuk kell egy hivatást, egy munkát, és akkor azzal fogsz foglalkozni, meg olyan egyetemre mész, meg ilyesmi, hanem ők sokkal rugalmasabban állnak már ehhez az elejétől fogva. Nekünk még szerintem, vagy hát nem akarok mindenki nevében de beszélni, de... rugalmasabban áll hozzá, tehát, hogy attól függetlenül még, tehát, hogy egy egyetemre, tehát, hogyha tovább szeretnél tanulni, vagy valamiben el akarsz mélyedni, attól még elmész egy egyetemre, mint tudom én, az x év csak mellette sokkal több mindennel foglalkozik, vagy nem, tehát hogy nem értem. Mit jelent ez, hogy rugalmasabbak? Hát sokkal több lehetőségük van ma már, és olyan dolgokat csinálni, amit gyakorlatilag szeretnének, és csak egy laptop és internet kell hozzá. Hiszen tehát olyan... Amit elkezdtél mondani, hogy a mi korosztályunk, az még, tehát nem tudom, szerintem ti is abban nőttetek fel, hogyha valami akarsz lenni. Is? Mit, hova emelgetsz engem ki? Annyira nem vagyok olyan öreg. Hogy mi? Ja, mi? Jó, de azt mondtad, hogy ti is. Hát ti is, meg ja, én is. Ja, jó, hogy ő, jó, oké, rendben, semmi. Tehát mi mindannyian abban nőttünk fel, hogy ha akarunk valamit az élettől, akkor menjünk egyetemre, és nem csak akkor, igen, hogyha orvos akarok lenni, vagy építész, vagy olyan, amihez feltétlenül képesítés kell, hanem nem tudom, újságíró akarok lenni, menjek egyetemre. Ma már szerintem ahhoz, hogy valaki újságíró legyen, nem kell, hogy egyetemet végezzen. Ma már én egyébként, hogyha újra csinálhatnám, akkor biztos, hogy nem pazarolnék el 5 évet az életemből egy bölcsészkaron, hanem azt mondanám, hogy van egy online tanfolyam, van egy élő, nem tudom, 3 hónapos képzés, van egy 3 éves képzés, amire csak nem tudom, minden második héten kell bejárni, és több kis dolgot párhuzamosan csinálnék, és úgy hoznám össze, hogy mivel is akarok foglalkozni, és hogy ezek így egy ilyen folyamat, elfogadnám, hogy ezek ilyen folyamatos változásban vannak, és mondjuk nem tudom, segítő akarok lenni, akkor elvégzek egy ilyen segítőképzés, aztán utána egy picit más irányba megyek, akkor egy másik képzés, ami ráépül, nem az, hogy 5 évet ülsz az egyetemen, és mit fogok utána dolgozni. Igen, én azt látom, hogy ma már a fiatalok inkább arra fókuszálnak, hogy mi az a skilljük, amiben, hogyha elmélyednek, azzal pénzt tudnak keresni. Tehát például szeret videót vágni, akkor elmélyed abban, hogy YouTube videókat vágjon, vagy akár készítsen. Hogyha valaki ilyen dizájnt, nem tudom, posztokat szeret dizájnolni, és ahhoz van egy skillje, akkor elmélyed abban, és ehhez nem kell egyetem neki.
És minden lehetősége ott van, hogy ő ezt meg is mutassa másoknak, hogy ügyfeleket szerezzen ehhez. Tehát, hogy én ezt értem rugalmasság alatt, hogy, és ez nem egy elkönyvelt dolog, tehát, hogyha neki 2 év múlva már azt érzi, hogy ő már nem posztképeket akar készíteni, akkor abból könnyen tud azért átformálódni egy olyanba, hogy mostantól kezdve, nem tudom, megtanulom a weboldal dizájnt, és mostantól kezdve weboldalakat dizájnolok. Ja, meg van tapasztalat arról, hogy igazából tök gyorsan meg lehet ezt tanulni. Nekem erre nincs tapasztalatom, és sőt, nekem a fejemben még az van, hogy ami rövid ideig tart, az tuti, hogy gagyi. De egyébként most pont ez jutott eszembe, hogy amikor elkezdtük ezt a podcastet, te például magadra vállaltad, hogy megtanulsz vágni hangot. Uh-huh. Én meg mondjuk rettegek ezektől, tehát hogy amíg a mai fiatalok ebben nőnek bele, a mai fiatalok, mint valami nagymama. A mi időnkben még nem így volt, na mindegy. Szóval, hogy ebben nőnek bele, hogy tudják a telefonon használni ezeket a hang- és videóvágó programokat, igen, tudnak a TikTokra szerkeszteni, és egyszerűen nem ijednek meg egy ilyen feladattól, hogy most úristen, nekem meg kell tanulni akár a Photoshopot használni, vagy valami, én meg megrémülök, hogy nem, köszönöm. Én ezt így letolnám magamról. Ja, ebbe születnek bele, az tök más, persze. Igen, igen, úgyhogy nem tudom most honnan lyukadtunk ki pontosan ide, hogy mennyire rugalmasak, de hogy minden esetre, igen, tehát hogy lehet azért ezeken a dolgokon ma már így formálni, és az ember tudja ezt így talán jobban formálni saját magának, hogy megtalálja ezeket a fajta újdonságokat benne, vagy hosszú távon milyen irányba mozgassa a saját karrierjét, és éppen mi az, ami a fókuszba legyen nála. De akkor ez az egész karrier út is átíródott már, nem? Mert régen az volt, hát, hogy igen, ranglétrán sétálgatunk, egyik fog, másik fog, most meg már tök szerteágazó, nem, hogy éppen hanyadik fokon állsz. Nincs is, vannak még fokok akkor? Valahol persze biztos van, ahol muszáj. Hát vannak fokok, de már biztos, hogy más értelmezésben van ez az egész. Tehát ma már nem dolgozik az ember 20 évig ugyanazon a munkahelyen. Megnézzünk például egy ügynökséget. Jó, lehet, hogy más területen dolgozik 20 évig ugyanott, tehát lehet, hogy egy orvos 20 évig ugyanannál a kórháznál van, de mondjuk megnéz az ember egy ügynökséget, akkor ott, amikor valaki 5 éve ott van, ott hatalmas buli van, mert az nagyon ritka, hogy valaki 5 évig ugyanott van. Tehát általában 2 évente jönnek-mennek ezek az emberek, és ma már nem cél az, hogy 20 évet ugyanott lehúzzál, sőt, én nemrég valakitől azt hallottam, aki HR-es, hogyha azt látja egy önéletrajzban, hogy te 10 éve ugyanott vagy, az egy negatív dolog, mert ő azt olvassa ki belőle, hogy te nem vagy elég ambiciózus, és nem kerested az új lehetőségeket, az új kihívásokat. És sokkal inkább előnyben részesít egy olyas valakit, akinél azt látja, hogy ő tudatosan mozog a különböző helyek között és a különböző tapasztalatok között. És akkor még ott van az. Itt akkor a tapasztalat, a motiváló erő az ugrálásban, vagy az, hogy több pénzt keressek a másik helyen? Hát szerintem a kettőt azért össze lehet hozni egymással. A vállalkozókra akartam visszatérni, hogy szerintem ma már az emberek nagyon nagy része, vagy ahogy látom, most nyilván egy középosztályról beszélünk minimum, de mondjuk, hogy szinte mindenki vállalkozni akar, mert ebben látjuk így az önmegvalósítás lehetőségét, és hogy visszatérve itt a pedig készen állsz oldaladra. Meg azt, hogy amivel... ne baszogasson a főnök. Igen, de amikor és szerintem az is számít, nem akarsz alkalmazott lenni. Vagy akkor meg a megrendelők baszogatnak, vagy az ügyfelek, vagy nem tudom. De hogy te kis vállalkozókkal dolgozol együtt, igen, akik saját maguk építik a bizniszeiket. Igen. És hogy náluk mit látsz? Burnout, boredout fronton, és szoktatok-e ilyenről is beszélgetni? Persze, abszolút, igen. Ez mindig része a tanácsadásoknak, a beszélgetéseknek, vagy akár csak egy-egy ilyen, hogyha összejövünk valahol, így tudunk találkozni többen. Nagyon-nagyon kiégeti a social media, én úgy látom a vállalkozókat, és azon, hogy kiégeti a social media, azt értem, hogy az idők során úgy változott az algoritmus mindenhol, hogy
egyre több felület van, és egyre több tartalmat kell gyártanod. Azok egyre rövidebb ideig vannak jelen, egyre kisebb az elérésük organikusan, ezért még többet kell csinálnod, még jobbat kell csinálnod, és ez mentálisan is felemészti a vállalkozókat. Az, hogy gyakorlatilag nagyon sokan az Instagram változásainak ugrálnak, tehát nem tudnak úgy a saját erősségeikre, a saját mondani valójukra fókuszálni, mert folyamatos trendeknek akarnak megfelelni, hogy most éppen mi az, amit csinálni kell ahhoz, hogy legyen egy kicsivel több elérésed az adott social media felületen. És ebbe belekezdeni, meg ebbe benne maradni, az egy nagyon veszélyes dolog hosszú távon. Tehát veszélyes a vállalkozásra is, meg rád is. Akkor tulajdonképpen nem is a saját vállalkozásukban égnek ki, most mindig ezt a keramikust hozom például. Maradjunk ennél. Hogy nem a kerámiázásban unj bele, hanem abban, hogy folyamatosan meg kell felelni ezeknek az új igényeknek a social médiában. Hát én ezt a részét látom, azt nem tudom, hogy maga a kerámiák készítésébe mennyire unj bele, de az biztos, hogy a vállalkozóknak, hogyha egy személyben akar mindent ellátni, mert ugye nincs lehetősége mindent kiszervezni, az egy borzalmasan nagy teher, és nagyon sok elvárás van ezzel kapcsolatban. Tehát akár csak a tartalomgyártást vesszük, hogy te videót forgass, eleve ahhoz legyen egy érzéket, hogy mit akarsz felvenni, azt te át tud gondolni, hogy ott hogy fogják egymást követni a dolgok. Akkor utána te azt meg tud vágni, legyen ehhez egy érzéked, az mondjuk egységes legyen, az úgy nézzen ki valamennyire, mint az előző. Arra te olyan üzenetet írja, ami az embereknek felkelti a figyelmét, ami megragadja, utána egyértelműen írd le, átlátható módon a leírásba is azt, hogy mi az üzenetet, te mit akarsz ezzel elérni, neked ebből hogy lesz utána vásárlód vagy ügyfeled, hogy kerül ez az emberek szeme elé, és akkor jönnek mondjuk az olyan dolgok még, hogy a hirdetések, az ügyfélkezelés, a különböző hírlevélírás, a weboldalkészítés, tehát annyira sok minden van ebben az egészben. Amit itt felsoroltál, az minimum 3 ember munkája. Igen. És te csak egy egyszerű keramikus akartál lenni. Igen. Igen, és akkor még a szolgáltatás részéről magáról nem is beszéltünk, tehát hogy van egy terméked, vagy újat akarsz fejleszteni, gondolkozol rajta, csinálod azokat, egy kurzust készíteni. Mikor készítsen az szerencsétlen ember kurzust, hogyha folyamatosan arról szól a napja, hogy már megint ki kell rakni valamit az Instagramra, meg a TikTokra, meg hírlevelet kell küldeni, meg frissíteni ezt, meg azt, meg forgatni, meg ilyenek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok most, és én azt látom, hogy ebben most nagyon-nagyon elkezdtek kiégni az emberek, és egyébként az AI megjelenése nem segített ezen, hanem épp, hogy abba sodorta bele őket, hogy még nagyobb lett a zaj, még többen készítenek tartalmat, és még többet készítenek, mert hogy előállítják a ChatGPT-vel, ebből kifolyólag még több tartalommal kell versenyezni. Vagy olyan emberek is elkezdtek már mondjuk írni, vagy videót csinálni, akik korábban nem, mert önállóan nem tudta azt megcsinálni, viszont úgy, hogy már a mesterséges intelligencia segít neki benne, így már meg tudja csinálni. Hú, de és akkor lehet arról szó, hogy valaki, aki keramikus, azért húzza le akkor a rolót, mert hogy ezt részét abszolút nem tudja felvállalni? Hát sajnos én találkoztam ilyennel, nem keramikus, de ő is kézműves, és saját gyönyörű termékeket készít, aki viszont nem tud eközben lépést tartani ezzel a social media pörgéssel. Tehát ma már az nem elég, hogy van egy webshopod mondjuk. Nem jut el az emberekhez, nagyon nehéz eljuttatni az emberekhez. Én nem gondolom azt, hogy az egyetlen megoldás rá például az Instagram lenne, hogy eljuttassuk, viszont akkor meg kell találni azt, hogy mi az a másik módja, amivel el tudod érni az embereket, és sajnos az ma már, én úgy látom, hogy kevés, hogy mondjuk egy kézműves vásárokra jár, és ott várja, hogy majd oda jönnek hozzá. Mert ráadásul a vásárokon is nagyon sokszor már célirányosan mennek oda az emberek ahhoz, amit láttak az Instagramon. Ha téged nem látnak,
akkor ott is egy hátrányba kerülsz. És akkor azt mondod, várj egy picit csak, hogy azt mondod ezzel, hogy például, amikor én döntök valamelyik vállalkozónak a portékája mellett, akkor nem is biztos, hogy maradjunk ennél a kerámia gyártásnál. Az azt jelenti akkor, hogy nem feltétlenül ő a legjobb keramikus épp a piacon, hanem ő az, aki a legjobban tolja magát? Tehát, hogyha ővele találkozok. Nagyon messzire. De ez engem érdekel. De hát, hogy ez engem tökre érdekel, mert hogy annyira nehéz, pont hogy azt mondod, hogy teli van a piac, tök nehéz szelektálni is, és nyilván de akkor... De innen már az felmerül, hogy akkor téged, mint vásárlót, hogyan... Tehát mi befolyásolja a te döntéseidet, és hogyha mondjuk te egy ilyen tudatosabb vásárló vagy, amiről már szintén beszéltünk, hogy ne halmozd föl, akkor nem fogsz impulzívan vásárolni, hogyha megláttál valamit, hanem mondjuk előtte már látod az interneten, átgondolod, hogy szükséged van arra, és hogy azt látod nyilván, aki megjelenik, és akkor célirányosan mész. Igen, de hogy ez... Jól van, oké, engedjük el. Egyébként ez egy nem rossz felvetés vagy nézőpont, mert az amerikai írók körében olvasom most nagyon sokszor azt, ne kérdezzétek, miért vagyok a köreikben, és hol, de hogy nagyon sokszor olvasom azt, hogy az most a mondás köztük, hogy ne a legjobb író akar lenni, hanem a bestseller író akar lenni. Tehát, hogy nem az a cél, hogy te nagyon jót írjál. Aha, ezt akartam ki. Tehát, hogy ez volt a lényeg annak, amit kérdeztem. Igen. Én a szolgáltatók között is abszolút ezt látom. Maradhatunk a kerámiánál, de hogy visszatérhetünk akár a jóga oktatásra is, tehát, hogy nem annak az órájára fognak menni, aki a legjobb órát tartja, mert hát persze szájhagyomány útján is terjed, de hogy annak az órája lesz a legnépszerűbb, aki a leginkább megjelenik. Aki a legtrendibb, és ott van mindenhol. És aki a leginkább aláfekszik ezeknek a trendeknek. Én már nem is akarok egyéni vállalkozó lenni. Mindenkinek elvesztük a kedvét tőle. Igen. Na, és akkor mi a te tanácsod ezeknek az embereknek, akik ezzel fordulnak hozzá, hogy szeretem a vállalkozásomat, de hogy elegem van ebből, hogy három ember munkáját kell még mellette végeznem. Hát itt talán egy kicsit a minimalizmushoz tudnék visszakanyarodni olyan szempontból, hogy itt is igaz az, hogy meg kell választani azt, hogy hova teszed a fókuszt, hova teszed az energiát. Nem feltétlenül kell ennek az energiának abba mennie, hogy te napi 15 Instagram tartalmat előállítsál. Tehát, hogyha ki tudod csatornázni az embereket, és egy másik irányba tudod őket terelni, akkor ugyanúgy a vállalkozásodnak, sőt, még jobban hasznos tud lenni az, hogy mondjuk megírsz egy olyan hírlevelet, egy olyan e-mailt a feliratkozóidnak, akik ezt valóban, akiknek egy értékes és valóban értéket adó anyagot tudsz nekik előállítani. És akkor ezt elküldöd nekik. Ez sokkal többet tud neked visszahozni, mint 10 olyan Instagram poszt, amit nem is láttak. Vagy amiből csak az egyiket látták, mert a másik 9 hozzájuk már nem jutott el. Vagy nem fogták fel, mert akkor a zaj van, hogy nem jut el az agyukig. Viszont ott rád fókuszálnak, és lehet, hogy ott mondjuk 100 ember van csak a listádon, és abból a 100 emberből 40 nyitja meg, viszont az a 40 az megnyitja, és az a 40 az végigolvassa, és abból a 40-ből mondjuk 20-at meg is érint az, amit te csinálsz, és abból a 20 megérintett emberből mondjuk 15 az a következő időszakban vásárol tőled. Most ezt nem szó szerint kell érteni a számokat, de hogy ez a töltsér alakzat, ez abszolút megvan ebben. És ez nem csak egy hírlevél lehet, tehát én azt látom, hogy a hosszú tartalmak most igenis jönnek vissza. Az, komolyan. Hogy, igen, most, amikor videókat néznek leginkább az emberek, abból is maximum, mit tudom én, 15 másodperceset vagy képeket. Hát a rövid videókat lehet, hogy nézik az emberek, de nem érsz vállalkozóként célt vele. Tehát, hogy a rövid videók azok alapvetően jók egy influencernek, jók valakinek, aki szórakoztatni akar téged, stb. Viszont vállalkozóként nem biztos, hogy a rövid tartalmak a jók neked. Külföldön nagyon-nagyon mennek a YouTube videók, egyre többen indítanak csatornát, ezek örökzöld tartalmak, tehát a YouTube az nem egy social media felület, hanem egy kereső felület. Nagyon jönnek vissza a blogok, a SEO alapú blogok, amik szintén örökzöld tartalmak, Pinteresttel összekötve, ami segít abban, hogy más irányból is megtalálják a tartalmaidat.
Nagyon erősen jönnek ilyen szempontból vissza a hírlevelek, és a podcastok, és az olyan típusú tartalomfelületek, mint a Substack vagy a Medium, ami mind a kettő egy ilyen cikkszerű publikálásra ad lehetőséget. Gondolom itt is egy tudatosabb közegről beszélünk. Tehát, hogy nem a... Most ez szarul hangzik, de hogy nem az átlag Facebook fogyasztóról, hanem a te szűk érdeklődési, vagy érdeklődői köröd, célközönséged? Hát, hogyha, tehát, hogy egyik irányból a vállalkozók ezt nagyon használják, tehát ők már eleve egy tudatosabb közönség, ugye, vagy tartalom előállító. Másrésztről pedig azt látom, hogy nagyon le kell szűkíteniük azt, hogy miről készítenek tartalmat, hogy az valóban az arra érdeklődőket megfogja. Tehát, hogy nem szerte ágaznak, és nem mindenféléről posztolnak és beszélnek, hanem nagyon leszűkítik ezt egy irányba, ami így a kereshetőséget és a rátalálás esélyét növeli gyakorlatilag. És akkor ezt szoktad nekik tanácsolni, hogy szűkítsék a megjelenési felületeket, meg arra, hogy mire fordítják az energiát. Igen, igen. Tehát... Én azt gondolom, hogy az Instagramnak, a TikToknak, ezeknek van helye a marketingben, de nem biztos, hogy mindenkinek azt az első helyre kell emelnie, és abban tényleg kiégetnie saját magát, hogy ezt pörgeti, mert igenis vannak még azért más utak. Akkor ez legyen a befejező mondat, ez így olyan szép, hogy legyenek más utak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is. Köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Újra, ismét, jaj, de jó, örülünk neki. És akkor, amúgy Judit már elmondta a múlt alkalommal, hogy rengeteg témánk van, a megvalósítások azok... Folyamatban. A családján múlnak általában, a családi életén. Nem csak, az alanyokon is múlnak, hogy kaphatóak-e. Jól van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és akkor valamikor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!